I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok mindenki, én Gosztégül vagyok, és itt van velem Norvo. Sziasztok! És ez itt újra egy Norvo vs. Gosztégül, ami nem lenne más, mint a Frantics. És ugye ez ugye egy újabb playlinkes game. Na volt már ilyen, azt hiszem, ugye? Volt. De szép vagy abban a szemben, emlékeztetnélek, hogy ez egy társas játék. De semmi gond, szerzek neked barátokat. Tessék! Fantasztikus. Ja, és ezt el kell, mondjuk, ez... Már ezek gépi ellenfelek. Ja, igen. Onnan sem nem adtak a gépeket, hogyha a 3-3-an játszottak. Akkor nem adtak a gépeket. Ezt viszont nem is tudtam. A 3-an vagy 4-en játszottak. A 4-en lesz, nem én egyeztem, de 3-as itt én is. Hajci hó hajca. Az a név, hallod. Ja, és azt majd fel fogjuk olvasni, hogy amiket mond nekünk a róka. Most néha a számodra a legelőnyösebb, ha nem segítesz kinyitni a kaput. Várok, de lesz a többi játékosra. Próbáljátok ki a ketten egy ellen stratégiát. Igen hatásos. Ne, még vagyok szaros. Azaz. Miért nem tudok hagyni? Nem tudok hagyni. Ez nagyon megérte. Hát az... Te is bementél. Kiterültem, mit az állat. Betárda! Határa csillagos ég! Csípős szósz, fordított irányítás! Tudom, hogy elmentem. Sejtettem. De hogy én voltam. Hogy feltételezhetsz ilyet? Oj, mint a másik vagyok. Na most én gyerek. Egyszer én is futottam, nem nekem a jó. Néna. Ha jó, meg szívottalak. Azt te vagy a fejemben. Igen. Az az? Fagyasztó sugár! Fagyasztó sugár! Miért nem mentél fel? Hiába adtad rám a cuccokat! Az az? Három. Az az a ló vezet. Utolsó kör, én akkor nyertem a dolmással. Két állat tudja csak kinyitni. Menni fog? Na na! Azaz... Apiszok! Hogy eltugoltak? Ha még átlökt ezt a hülyét ide hozzá. Most felcsérni az irányítást, ugye? Igen, a csípős szót. De olyan mindegy, csak egyenesen tudom, a petárda volt abban. Na, legalább egy második hely. Ez a páratlan patás. Azért nem tudom, hogy másik egy idős. Most, az egyik őtök főként a többiek hátán lovagolt. Ah, vajon ki lesz az? Szép a szarvas. Azt, tehát nehéz volt ezt kitalálni. Most nem kaptam annyit, kevesebbet kaptam. Nézz a tévére! Te lögtél meg a legtöbb. A zsiráfokat tennem a legtöbbször. Visszaszámlálás! Indul a zűrutazás! Légy az első akár tépjük a célvonalat!
legtöbb alkatrész inkább a többiekre van hatással. És főképpen rossz értelemben. Az űrben talán nem olyan nehéz az üldő, de azért biztos jó valamire. De biztos. No, meg tudom. Sok szerencsét. Azt annak adod, aki legalább van. Öregapám kegyeréje, én ezt a motort már láttam valahol. Megkapta egy jó kis motort. Egy traktorkerék. A párját sehol sem találom. Azt nem eljönhetem, azaz. Ne, azért megkaptam volna. A zajláda. Mindenkit letaglóz a basszusa. Én egy alapjúrodóval megyek. De te, nem tudom. Nekem van az a királymotor rajta. Beletolnak, érted? Én akkor direkt nem mozdulok meg amúgy. Nem vettem fel pénzt, de nyertem. Azt tudom, sok hely. De legalább vettem a célba. Ez a kérdésem, a buli gyilkos! Tényleg te vagy a tehén. Vezess óvatosan! A vitorlázó, kecsesen száll, mint a galamb, a tojós galamb. Azt annak adja oda. Jó, zsiráf, megnyerte. Fúvóka, a legjobb fúvókám. Szívesen. Szurkolom. Szegény zsiráf. Én tetszik-e le? Azt a tókszem, iszkedik. Én semmit nem kapok. Alapűrhajóval vagyok. Mi ez a friss, amit kutatom állatba? Ez fos motorom van. Na majd te nyertél megint. Te. Ez három körös vagy kettő? Mit? Ez három körös vagy kettő? Három. Három. Na, úgyse tud utolérni senki. Öreg a kecseréje, ki találta ki ezeket a neveket? Nem akkor. Itt a második helyen megyek, küzdelem. Már te utolsó lesz a lakkal is. Teljesen mindegy, ami van. De azért biztos jó valamire. Azaz. Egy zajláda a mai gyerekek zenehallgatásra használják. Pontosan akartam, hogy ez nekem kéne. Azt erre én adom. A pont jók alatt megduplázza a pontokat. Innen a neve. Te adod? Tudom. Nekem ad. Magyar adnunk kell. Hát úgyis mindegy. Úristen, nekem adtad. Azért, mert általában többet tesz, hogy van az utolsó, és amilyen. És akkor az egyet hiába duplázza meg. Ha megrád az áram, akkor leblokkol. Azá! Jó, hogy nekem adtad. Én is kapok pontot. De én 6 pontot fogok kapni. Én meg 2. 8, és neked is 8. Jó, mi van? Nem tudom. Dupla pont. Hát van. Lássuk csak, döntetlen. Ja, mind a kettőnk vagyunk. Barátok maradhattok. Na. Ez jó volt. Szerintem... Nem is vagyunk barátok, jól mondta. Máskor is kell ilyet adnod. Érme jár. Tudjátok, a világ már csak így működik. Zsirák! Miért jár? Majd a máskor is kell ilyen pont izét adnod. Így miért jó. Lehetett kapni pénzt? Mi csinál? Miért lehetett kapni pénzt? Miért mondta? Mondta. Figyeltem.
A lót lökött meg a legtöbb szerintem. Eddig mindenki nyert, csak a zsiráf nem. Amúgy. Van egy ajánlatom a számodra. Ez lesz a mi kis titkunk, jó? Megírom a részleteket. Hívott a róka koma. Remélem hallható volt a streamben. Ott tényleg nem mondja el, hogy mi a cucc. Ez most az a baj, nem olvashatom fel. Igen. De én felolvasod, de nekem nem mondom. Majd a végén elmondom, hogy mi volt. Majd emlékeztes rá. Nézzük, tudja. Nem szabad az most, mert lehet segítek neked vele. És a második körben azt kezdek, hogy az elsőben a legtöbb pontot szerezte. Gyerünk, köcsém! Ideje begurulni! Miért rók? Ez nincsen állkapcsa. Ezt most figyeltem. Ezt én kezdek, azaz. Az jó. Mindig szar helyre rakom. Tényleg? Igen. Na jó. Te nem próbálkozhatsz, ugye? Nem próbálkozhatok. Még egyszer. A szarodat! Ez nem az enyém. Én a sajátomba haltam. Most végre a középpontban vagy, vagyis mindenki rád vadászik. Na, hát egy kíváncsi, hogy ki nyer. Azaz, miért te kaptad a legtöbbet? Jó, tehát ha benne van már ez a tudsz a piros körbe, akkor ez már fasza, mentel jó. Faszául jó. Ez fasz a próbálkozás volt. Most te is jössz. Nem fog tudni elérni odáig a piros ponti egy lövésbe. Már fasz a volt. Jó is. Azaz. Kanda bukulok. Ki akartod volna lökni? Azaz... Kaptok egy-egy pont. Én közelebb vagyok. Az az ennyi volt amúgy. Közelebb vagy, egy pontot kapsz. Három. De végül is mehet egyet, na? Ja, te neked 0 pontod van. Akkor az jó. 3 pontja van, 3 valakinek is. Azt nem néztem. Ez volt a vége? Nem. Vásárlás. Árverés! Az elejére már beállt állat. Ki szeretné az összekuporgatott érméi tisztességtelen előnyre váltani? Indul a licit! A mai árverés tételei. Pontjókalap, rugós szék és hatástalanító készlet. Licitálhatsz egy tárra a jelenlegi mini játékhoz. Csak egyszer licitálhatsz. A legmagasabb ajánlat nyer. A rugós szék jó választás annak, aki felülemelkedne az állatias kötekedéseken. Én a rugós széket választottam. Most komolyan ezek nem választhatok sem ennyit. 30 pontot ott elérte. Nincs reklamáció. Úristen. Rávertem 30-et. Utolsó karika. Hogy én nagy magamat szívassam be vele.
Az jó helyen van. Tudod, mi az a fasza? Hamarabb vagyok. Mi a szar volt ez? Arrén. Ekkorát ugrik? Igen. Jön, mert az a hülye szék miatt. Oh, nem kellett volna ugrani. Jó volt ez. Majd nem ugrálgatok kicsiket, ez te el, ez a fagyatékos. Az pont középre az az. Ki fogsz lökni, az a baj. Pazd meg! Nem, zsiráf! Az a... Az egy szép pont! Te zsiráf fog nyerni. Az ó, nem jövő ki. Most három pontokat nem mind a ketten. Ah, de zsiráf nyert. És nekem pontjunk a napon volt, szóval, hogyha... Még kell lelökni. Na, most elmondom, mi volt az a, az a cucc, amit arra Róka hívott. Az volt a lényeg, hogy ne nyeljen a ló, és akkor kapok egy koronát. Ki ne nyeljen? A ló, és akkor kapok egy koronát. Ja. Úgy se te vitted végbe. De majdnem nyert a ló amúgy. 5-6. 5 pontja lett. Te löptél meg a dark topsa. Engem a zsiráf. Az jó van ott nálad. Az mennyit kap? Addig, ami nálam van. Össze. Jó, csak ott követte a zsiráf amúgy. Robbanj már! Ne kell volna dobni. És akkor mentek tovább? Azt mondtam, hogy itt vége. Én nem szabad lerakni a telefonban, akkor látják a pénzt. Ez meddig tart amúgy? Addig, amíg mindenkinek fel nem robban a bomba. A ló már 20-at szerzett. A ló gazdag. Haza. De van náluk is? Az tény nálam az az. Nem sütöm csinálni semmit. Kaptak egy-egy koronát. Jóságos ég! Hát vele egy pecsenye hús lett. Így csak te nem kapsz koronát. És most ugorjunk át az aknamezőt. Mit szólnál egy... egy róka hús az ebédre. Ez mi is? Megköszönöm. Aknamezőt. A győzelemre szerezte be a leveszt és vissza a sparsvonalra. Körönként egy leves van. Oh. Na látod? Sok a húsból lesz a leves. Mert az a játékban egy aknamezőn áthalognak kell elhoznod. Elhoznak tök. Az ő kajája, a rókájé. Az ő kajája elfújik átvinni. És hova van, nem szabad lépni? Pöccincs fel, le, balra vagy jobbra. Egyszerre egy lépést tehetsz. Na, amit most láttok a... Gyakorlás. A képen. Úgy látjuk a telefont. Menj neki a többieknek, hogy meglöbd őket. Á, hogyha rámegyek, akkor nincs meg hívni. A győzelem az szeretne valamest, és vidd vissza a startonába. Én ezt még nem játszottam. Nem vettem. Lögd a többieket rugókra vagy aknákra, hogy elejtsék a levest. Mit a rám lenni? Az... Adtad ide! Ki az? Én vagyok a kék.
Beviszi. Azt bevitte? Én is bevittem volna, csak ott volt valaki. Én. Életed a oldalra. De el ne felejtsd, hol van. Mi van? Fölök kirakta mellé. Nem én voltam. Persze. Na most jön az akadályozás. Gyere már gyorsan. Mert nem így el. Te viszi. Nem, nem tetted fel idejébe a csapda. Az aknon nem tudom, hogy került az a csomag. Ez. Most volt a csapat. Mit kezd az itt? Hogy hatam? Ott is volt egy. Te vagy a szló. Agyasztó sugár. Brr. Agyasztó sugár. Hát az az tény. Agyasztó sugár. Agyasztó sugár. Miért nem engedett? Hát a zsáj. Ez az. Tehát 15 másodperc és senki nem szerez pontot, akkor mindig kapjuk újra. Gyűjts annyi pontot, amennyit csak tudsz, mielőtt lejár az idő. Az a tiszt kidakadt a rába. Hova? Ha nem fajtam volna meg, akkor bevittem volna. Semmi van. Oka lesz idő. Három győztes is van. Különösen nyomulós volt ebben a játékban, ezért szeretném megjutalmazni. Szerintem én vagy te. Ló. És a ló. Hát nem vettem vissza. Engem meg te lögtél most. És most vessünk véget ennek az álmok futásnak, jöjjön a döntő. Na és ennek a mellettnek az utolsója. Döntő van. A döntő az aztán mindig ugyanaz. Igen. Ha jól tudom. És ha még játékok voltak, abból a tárgyakat lehet majd megvenni. Ez az. Közeledünk a végéhez. Még egy végső megmérettetés, és megvan a győztesünk. A koronáitok lesznek az életeitek. Tehát lássuk, miből éltek. Készen álltok? Na-na! Négy életed van. Nekem van a legtöbb. Fel se tűnt. Meg a sirásnak. Hoztam néhány rendszer. Nekem még van négy életem, hát három koronám van. De egy az a... Hogy ja. Mindenféleképpen játszál nulla kupában, az is. El kell! Azt arra én licitáltam. Valaki nem kapta meg, amit akart. Kéred a maradékot? Hogy ne? Azt kisavasolja csak úgy, azaz. Meg az jó cucc. Az jó cucc. Az enyém is. Talán lássuk a mennyit, hogy úgy mit csinál. Mit? Nem mutatom. Egy kormára. Miért van felfordítva a cucc? Nem érhető már lesz.
És most jön a végső leszámolás. Harc! Na most fog hullani még a padló is. Na, no, kje má? Nem jó. Hogy szívette? Na, szara. Képet a padló. Viszont. Olyan ki lehetett ez. De nem szép tette is nem. Nem mondta, mi a kínok. Nem jó. Hát szó? Azt esett! Pont én voltam. Én nyomtam az agyám az esetembe. A zsirámnak a három élete. Látom rám nem nagyon messz. Az hogy a szarba? Visszajövök. Kiestem. Legalábbis egyesek. Visszajöttem. Nem tudok. Hátára mindig senki. De tudom. Elég volt a kezdet. Elég volt a kezdet. Van életem magam. Még. Amíg ki nem nyomod. Mit kell jó? Én már nem élek. Sokáig. Elintéztem. De meghalt mindenki. De a zsiráknak van két életes. Mindenki más meghalt. Hát ez gyorsan lement ez a végső menet. Hát ez jó. És ide a flajos. A játékot. Néha talán kicsit nyakasnak bizonyultál, de a gyerek. Elmert miket a kép azért az durva. Gratulálok, lássuk, mit nyertél. Egy szalámist kenyeret. Egy kalapot kapott. Na hát, remekül is tesz benne. Úristen. Én csak rárakjam ilyen. Hogy néz ki? De ő is beleesett a lyukba. Akkor ő is feszített. Igen, szóval mindenki feszített. Na és mondjunk még egyet. Hát ha beadj más játékokat. Messze van több, ugye? Aha, amúgy 20. Meg vannak játékmódok, hogy amit én beállítod, ilyen 4 adott játékmódok. Állatot nem lehetett volna választani mást? Mit? Más állatot. De én már választottam. Ajaj, nincs senki, most kroki vagy. Nem választottam másikat. Hozok néhányat az ütődött kis barátaim közül. Na, kiket ad most be? Én a szarvas. Szarvas meg a ló az? Én vagyok a szarvas. Hát egyéb ugyanaz a csapat, rajtad kívül. Ugyanis szarvas vagyok. Te krokodil vagy? Nem, szarvas. Hát valahol a talul vagy, szóval tudom. Szarvas vagyok. Persze. Levegő bajnokai. Bíz másokra a piszkos munkát, csak legyen jókor az emelvényen. És minimum ketten kell állni rajta. Azt tudom. Azt mondod, az a játék mód. Ez a játék próbára teszi a kapcsolatokat. Ki éli túl a szakító próbát? Én. Yeah! Az kösz! Nem tudom ki volt, de jó tette. Nyőn! Két állatnak kell az... Hol van már ez a szar? Azaz kivág. Most ugrottam volna fel. Szóval a két majom volt ott. Kapnak egy-egy pontot. Hogy erőjönnek a fiatalok? Ó,
Olyan fura az irányítás mindenki. Nem minden low. Azaz. Felvágtuk. Az beszólt. Azt van, most akartam felugrani. Nem számít. Két pontja van a lónak, nekem egy. Ez egy száros. Nem. Hát én mondtam, hogy ugyanaz maradtam. Felmeködött. Faszául állok itt. Mentél innen. Azaz, azt leesek pont a végén is nem le. Megint a lóval vagyok. Pedig mennyire ott voltam. Azt a lóat kéne. Hát ez nem jó. Ez a ló, ez. Árverés, pénzköltés, cselszövés. Tudjátok, hogy megy ez. Licitre fel! A kínálat. Sicsúcsityak, érme mágnes és pontjuk alap. Indul a licit. Licitálhatsz egy tárgyra a jelenlegi mérjára. Annyi pénzem van amúgy. Csak egyszer. Nekem is sok. A legmagasabb ajánlat nyer. Nincs is mi. De van. Aki hátrányba került, annak figyelmébe ajánlom ezt a hihetetlenül mennyi népszerű pontjukat. Nekem 6. Megduplázza a körben szerzett pontokat. Nem mondom meg. Na mondd már meg te is akkor. Ez komoly. Ez tényleg egy volt neki. De nem között, mert ingyen szavaztam. Azt sem tudom, hogy mit vettem fel amúgy. Valami gyógyszeres doboz volt, hogy mi. Menjetek innen! Miattam nyelkezek. Ez az. Nekem van ez a kalakom, hogy a fent állok, akkor gyorsan megy fel a szám. Gyorsan megy fel a tudt. Azt pont nem ért fel ez a kis nyambadé. Nem tényleg. Nem erre fordulj már. Kettő voltunk. Ami úgy is jó. Első olyan mondhatjuk. Legalább van pontom. De miért ilyen kis nyomjét? Mint tehén ez? Ez faszolót átugrottam kabára. Azaz, azt már felöcsé. Hát nehéz meg, mi van ezzel? Azt visszalelöksz, azaz. Ez faszolt. Azaz, nehéz meg. Elmenik a lóval. Neki dupla pontja van. Miért adott neki dupla pontot? Nem, ő is elég van, sapkája. De ott nem szabad lehet hagyni. Ez a 13 másodperc van. Hát, elfogyottad arra, azt ne ugoljak fel. Ez a kis szár nem fér fel oda. Azt nem az utolsó, azaz. A végén 5-5-re kiosztott. De az, aki a többiek bogzsákja volt, szintén érdemelné jól. A legtöbbet ütöttek. A szarvas. Meg én sem kaptam, mint az állat. Vajon kiütött meg a legtöbbször, vajon... Engem te. Engem ezt te. Pokalmáltam magam elég.
Ú, ez jó. What? Biciklizni kell. Már a képnézőre veszedelmesek. A győzelemhez ejtsd ki a többieket. Ha nagyon lemaradsz... Ki kell menni a képernyőjéből, annyi a lényeg. Nem szabad lemaradni nagyon. Tud Frantics egy bicikli verseny, lassíts a kanyarokba. Dönteni még nem kell, hogy kell. Azt nem tudom. Nem, oké, jól tettem. Itt nincsenek alkatrészek. Nincsenek. Én sietek, hallod? Ha elengeded a gombot, lassítasz és követed az utat. Jó vagyok, azt sem tudom. Azt te vagy adom? Nem. De csak a próba volt? Most próbáljuk ki több kanyarral. De mindig a próba. Jó, a több kanyar, azt egy kanyarra volt több. Kb. Na, mikor megy melyre? Ha nagyon lemaradsz. Hogy tudod kiejteni? Ki kell menni a képernyőbe. Fű, de paraznak a merdák. Na, hát majd indulj. Mennél már? Ha kiestél, a telefonoddal akadályozhatod a többieket. Hát mint a többi játékmódokban is. Szinte for megy, hallod? Hall. Apidős! Az pont én rámadta. Miért te rádotta? Hát Isten. Szemtelen! Hú, jó, kimentem. Menj már vissza! Ez hosszú volt ott. Ebbe te jó vagy. Tényleg nem király. Nincs, hogy azt meglök. De mindig meglök. Tudtam! Sugár. Nekem maga. Ennyi. Maradjak életben. Fagyasztó sugár. Begyorsított. Kalkunk egyet. Ez az. Én nyertem úgy. De akár van pontom és második vagyok. Lássuk ki nyert. Én már második helynek is tudok örülni. A krokodil. Krokodil. Az állat, aki a legtöbb időt töltötte a természet lágyölén, szintén kap valami apróság. Jó! Jó volt legtöbbet. Pegény sokat voltam. Hogy örülöm mondjuk. Pegény az úton van, de. Nem észesen nem voltam kint. A szarvas lökött meg engem a legtöbbször. Nem lökött, hanem szabotált. Akkor basztatott magyarul. Várjál, megint úgy is el fog jönni majd a székes. Mondjuk az jó. Az autós remélem benne lesz. Képesek vagytok összefogni a cél érdekében? Ha együtt viszitek az üllőt, kaptok egy-egy koronát. Persze abban nincs semmi munka. Te vagy a tehén? Én. Megbíztok egymásban? Valóban? Én. Döntsétek el! Hogy is van? De hogy is voltam úgy, hogyha én megtartom, akkor már kapjuk mind a ketten a kettőt, vagy hogy? Hát ha megtartod, akkor... Nézzetek a lábatok elé, ez az alkalmezők! És hogyha ő is megtartja, akkor egy-egy.
Tehát ha te elengeded és ő tartja, akkor ti mindkettő. De ha tartod és ő tartja, akkor oké. Okay. És ha egyik ötös se tartja, akkor meg rátok esik. Szóval megközelítesz egy aknát, láthatom a válik úgy, hogy óvatosan. Pöccincs! Nem voltunk. Akkor mi is van a székes. Mi sem izgalmasabb, mint tudni, hogy a következő lépésed egyben az utolsó is. Boom! Szép! Így kell ezt! Ebben a játékban nincs barátság! Fogyasztó sugár! Brr. Fogyasztó sugár! Ez az! Ah, de mondjuk. Ez nagyon nehéz feladat volt. Nagyon. Azaz. Csípős szósz, fordított irányítás. Vagy a szósugár. Csípős szósz. Lejár az idő, és nem viszi be, akkor nem kap pontot. Csípős szósz, csípős szósz. Szívetjük a lovat. Csípős szósz. Azt se tudja, hova menjen. Akkor a... Hát nekem van pontom. Megvitte a ló miatt, hogy lefejeztek. Ez jó volt így. Nekem tetszett. Én hát. Most komolyan? Csípős fagyasztó sugáros szószos ízés, és hogy is hívják a szandatikus lesz. Fagyasztó csípős szósz az ott. Hallod, hogy ezt mondta? Fagyasztó csípős szósz. Hallod. Nem kapok koronát. Ketten kaptuk. Miért az bevitt, hogy rajta van? Nem vitte be. De. De ez miért szerintett annak, hogy csak megfogta? Mert csak ő volt. Uncsi. Egyik ötlet, különösen nyomulós volt ebben a játékban, ezért szeretném megjutalmazni. Krokodil! Te? Most pénzt kap az az. Nem annyira nagy mértékben kap pénzt, szóval nyugodom. Akkor nem az volt, ami a képernyőn látszódott. Nem. Ló. Annyira is a ló. Egy pofán vágtam, hogy mi a jó. Ó, ez a bomba dobálós. Akkor a verdás nem lesz. Közbe kell avatkoznom. Segítségre van szükséged. Nagyon. Megírom a szuper titkos részleteket. Hívott megint a rókakoma.
Mindenféleképpen koronát fogsz kapni. Következzen a kiszámíthatatlan balandbomba. Még a kérdőjelnél is írja. Na ezt majd elmondom utána, hogy mióta feladatom. Most is elmondtad, hogy nyugodtam. Nem bánjuk. Nem, mert akkor tudod, hogy mi van. Én nem tudod. Ez a bomba. Telefonod a nálad lévő bomba felrobbanása előtt figyelmeztet. Mindegy kigyer, a hangulat mindenképp kirobbanó lesz. Hát nem volt az előbb viszont. Oh, a robbanástól csupa liba bőr leszek. Menjél már! Fagyasztó sugár! Brr, csípőszós! De mire hangom ő? Én azért megkapod! Csípős fagyasztó sugár láttad. Nasza. Ezt megszívtuk. Ezt rajtam, hogy hármas egy direkt. Nasza. Nasza. Azt te meg elmentél onnan azaz. Nem mentem el. Te is ott voltam. Hát ott volt a szélem pedig. Hát szélem voltam, de mondtam megakadtam. Nesze öcsé. Nem kell, nem kell. Egyen már kiló. Nesze. Azaz. Az itt te bész utána. Nem. Az én nem. Az fantasztikus, hogy dobás volt. Hát én nem vagyok a kettes bomba. Azt elhállapja a pénzt, azaz. Nem áll! Mert azt az benne volt a körbe. Csípős szósz! Csípős szósz! Csípős szósz! Csípős szósz! De csak neked úgy mondott! Az kemény! Meg az volt a feladatom, hogy a legtöbb bomba nálam legyen. Mi legyen? A legtöbb bomba nálam legyen. Nálam volt egy három. Nem úgy, hanem én fogjam a legtöbbször bombákat. Ja. Szerintem. Úgy értelmezte. Nem a legtöbbször. Engem szarvas. Hát ezt is megértük. A döntő következik. Ki gondolta volna? Az azt elmarad a... Az idő, nem, de... Négy éve. De veteránok. Szép munka volt. Négy éve életem az. Szerencsém. Olyan sok. Mi lett neked ennyi? Még egy tömörték pénz. Rengeteg pénz van. Ha a legtöbb tárgy használat, akkor megállsz, ez megmentheti az életedet.
Ha-ho! Hogy mint vagy? Ideje lenne kerítenünk egy győztest, nem gondoljátok? Az összegyűjtött koronák egy-egy életnek számítanak a döntőben. Számoljuk meg őket! Két életed van. Oh, úgy látom, egyeseknek több jutott, ebben nagyon jó lesz. De még semmi sincs veszve. Vigasztalásképp áruba bocsátok egy harci eszközt az egyik korábbi játékból. Még megfordítható az állás. Hát nézzük csak, hogy vannak. A bunkosbot nem feltétlenül kifinomult, de gratulálok! Ó, látom, hogy nem mindenki kapta meg, amit akart. Mert te nem választottál? Te miért akartad? Itt egy-két dolog. A másikat. Obéz volt, az is. Akkor induljon a móka. Tessék! Úgy szájba lehet vágni a másikat, hogy eltudjunk. Induljon a móka. Tepsibe ugoljon a róka? Te a te én vagy? Azt figyelt, hogy szájba vágod. Helyre. Na szem. Ott. Azt az mi jó, hogy átütettél? Ekkor átütettél. Ezt nyomot kell tartani, még ütni. Kerültek nem drombban. Remélem tetszik, amit kaptatok. Indulhat a bonzáj. Nekem tetszik. Indulj a bonzáj. Indul a mandula. De már, az a te is bombál. Mindenki kirepül. Később hinni. Jól kezdünk, egy életet van. Azt a bombaj akarom, mert szóval, amikor estem lefele. Azt nem számít. Nem. Új körkezeti. Ez csalás. Sejtettem, hogy rányomod. De azt sejtetted. Majdnem leesett a ló. Ez jó volt. De nem nyerhetsz. Hogy sajtva? Ezt már le? Megjöttem a dolgóval együtt. Kinek egyenlete van. A döntő. Pata! Ne jöjjtek le! Ez aztán a szörnyű tragédia, nem igaz? Hú, új kör. Egy-egy élet. Szarvas. De minek mész el onnan? Most túl kell élni. Hosszú estél volna te is. Mi a stemre? De ez jó harc volt. Azt, hogy táncol. Folyj rázza a csípőjét. Rázza a farát. Te aztán nem siet sehová, igaz? Az őli szemű. Kancsi, nézd már! Egy igazi hidegvédő gyilkos. Fürdőzz csak a dicsőségben. Azért Kancsi. Amíg én megmutatom, mi a nyeremény. Engem néz, téged lát. Ezt pödörgetheted, ha kelepcébe kerülsz. Egy bajusz. Milyen elegáns. Vagy a bajusz, azt mondta. Mit beszélek? De azon ne veszél össze-vissza, egy sem. És hova rakni? Oda. Hogy tartom vágott? Egy tasli. Na hát akkor így ennyi lett volna mára. Reméljük élveztétek. Legközelebb majd jövünk vissza. Sziasztok! Sziasztok!